Kedves barátom, egy kicsit komplikált tananyag közepén vagyunk tulajdonképpen, úgyhogy most rögtön neki is látunk. Megpróbáljuk fölidézni azt, ami tegnap este napirenden volt, hiszen annak a folytatását fogjuk most tanulni. A Talmud a 43-as lapon idézett egy brájtát, ami arról szólt, hogyha valaki eladott egy ingatlant, akkor az ingatlannal kapcsolatban, eladott egy ingatlant felelősséggel, akkor az ingatlannal kapcsolatban nem tehet tanúvallomást később. Ha viszont eladott ingóságot felelősség nélkül, akkor az ingósággal kapcsolatban tehet tanúvallomást. És próbáltuk értelmezni, hogy mit jelent ez a brájta. Mit jelent önmagában az, hogy ha eladott ingatlant felelősséggel, akkor nem tanúskodhat, hogyha eladott ingóságot felelősség nélkül, akkor tanúskodhat. Értsük külön, hogy mit jelent itt a felelősség. A felelősség vagy a felelősség nélküliség azt jelenti, hogy eladok valamit, és felelősséget vállalok érte, hogyha később mondjuk egy hitelező ezt az eladott dolgot fedezetként elveszi attól a vevőmtől, akinek azt eladtam. Ugye ez abban az időben ez úgy működött, hogy ha én mondjuk tartoztam valakinek, akkor a vagyonommal feleltem a tartozásért. Hogyha eladtam a vagyonomat, akkor az egy fedezett elvonás, és a fedezett elvonásnál a halakhá szerint be lehet hajtani, a hitelező behajthatja a vevőtől az eladott vagyont. És itt a kérdés, hogy amikor én eladtam, akkor felelősséggel adtam el, vagy sem. Ha felelősséggel adtam el, akkor a vevő, aki pórul járt, visszajöhet hozzám, és azt mondhatja, hogy akkor kérem vissza a pénzem, és azt köteles vagyok neki visszafizetni. Ha felelősség nélkül adtam el valamit, akkor nem jöhet vissza hozzám, vagy visszajöhet, de nem fog semmit kapni, mert én nem vállaltam felelősséget. És akkor ezt próbáltuk megérteni, hogy mit jelent az, hogy eladtam ingatlant felelősséggel, vagy ingóságot felelősség nélkül. És erre Rav Seixas egy következő helyzetet írt le. Azt mondta, hogy egy olyan helyzetről van szó, amikor Ruvén ellopta Simonnak az ingatlanját, vagy ingóságát, majd eladta Lévinek, és Lévi nél van most az adott ingatlan vagy ingóság, és itt azt mondja a brájta, hogyha ingatlanról van szó, de bocsánat, még egyszer, tehát Simonnak volt egy ingatlanja, azt ellopta Ruvén. Ruvén utána eladta illetéktelenül Lévinek, és most megjelenik egy negyedik személy, Jehuda, aki azt mondja, hogy ez az ingatlan tulajdonképpen nem Lévé, hanem az övé. Vagy ő ezzel azt is mondja, hogy ez soha nem volt Simoné. És erre mondta azt a brájta, hogyha itt ingatlanról van szó, akkor azt azzal kapcsolatban nem tehet tanúvallomást Simon. Nem mondhatja azt, nem jelenhet meg, és tehet tanúvallomást mondván, hogy ez az ingatlan nem Jehudáé. Abban bízva, hogy Lévinél fog maradni az ingatlan, hogy utána ő azt Lévitől visszavegye. Miért nem? Azért nem, mert itt Simon egyértelműen érintett az ügyben. Miért? Mert hogyha sikerül elérnie, hogy Lévinél maradjon az ingatlan, utána azt az ingatlant ő, mint az eredeti tulajdonos, esetleg még vissza tudja szerezni. És ezért érintett az adott témában, és ezért nem fogadjuk el a tanúvallomását hitelesnek. Ugyanakkor viszont, ha ingóságról van szó, akkor tehet tanúvallomást. Miért? Mert ha ugyanez a helyzet egy ingossággal, tehát mondjuk ellopta a Ruvén Simonnak az tehenét, és azt eladta Lévinek, és most megjelenik Jehuda, és azt mondja, hogy ez a tehén, ez tulajdonképpen az övé, nem Lévi, és tulajdonképpen ez azt is mondja, hogy soha nem volt Simoné, akkor ebben az ügyben Simon már tehet tanúvallomást Judával szemben, mert semmilyen érintettsége nincs.
Miért nincs érintettsége? Azért, mert egy ingóság kapcsán, ha egyszer valakitől ellopnak valamit, és beáll a hius, a reményvesztés, és a sinui resus, a birtokjogváltozás, onnantól fogva az a dolog elveszti a jogviszonyát az eredeti tulajdonossal. Most kell egy kis zárójelet tennünk, hogy ezt megértsük. Korábban sok szó volt erről, de lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik nem emlékeznek rá. Van a jus fogalma. A jus az azt jelenti, hogy reményvesztés. Ez arra vonatkozik, hogy ha mondjuk tőlem ellopnak valamit, és akkor egy idő után feladom, hogy ezt én valaha vissza fogom kapni. Hogyha volt utána sinui resus, tehát utána tovább ment, mondjuk ellopták a kocsimat, és a tolvaj el is adta az én autómat, akkor az, hogy egyszerre volt jius, tehát reményvesztés, hogy valaha viszont látom az autót, és még egy birtokjogváltozás is, mert a tolvaj ezt tovább eladta egy vevőnek, ezért az autónak a tulajdonjogát én elvesztem eredeti tulajdonosként, tehát nem követelhetem vissza az autót. Ez egy másik kérdés, a tolvajtól visszakövethetem az autó értékét. De együtt jár jus és sinui resus, reményvesztés az eredeti tulajdonos részéről, valamint az ellopott dolog birtokjogváltozása, akkor az ingóságot már nem lehet visszakövetelni. Az ingatlannál ez nincs így. Az ingatlannál nincs olyan fogalom, hogy sinui resus, hogy birtokjogváltozás az végleg elvágná a kapcsolatomat az én földemmel, az én ingatlanommal. Ott mindvégig megmarad a kapcsolatom az ingatlanommal. Na és akkor térjünk vissza a mi esetünkhöz. Ha Simontól ellop Ruvén egy ingatlant, és utána ezt eladja Lévinek, akkor Simon bízhat abban, hogyha ezt sikerül Lévinél tartani, akkor egy negyedik személlyel, Judával szemben, akkor van még esélye, hogy a földet visszaszerezze. És ezért az ő tanúvallomása Judával szemben, az egy olyan tanúvallomás, ami nem objektív, mert ő érintett az ügyben. Ő neki érdeke, hogy Lévinél maradjon, mert úgy gondolja, hogy Judától nehezebben tudná ezt visszaszerezni. Ha viszont ingóságról van szó, akkor nincsen semmilyen fajta érintettsége, mert ez az ingóság már keresztül ment a jiuson, a reményvesztésen, és a birtokjog változáson, amikor Lévihez került. Tehát neki végül is mindegy, hogy ez most Lévinél van, vagy Judánál van, azt a ingóságot ő visszaszerezni már nem fogja tudni. Oké? Oké, tehát akkor ez volt az, amit tanultunk tegnap, és most folytatjuk a 44-es lap tetején. Azt mondja a Talmud, hogy luk meg begázna. Azt mondja a Talmud, ha tényleg erről van szó, akkor miért kell túl bonyolítani? Miért bonyolítja Rebbi Simon? És mondja azt, hogy egy olyan esetről beszélünk, amikor a Ruvén ellopott valamit, mondjuk ellopott egy földet Simontól, és azt eladta Lévinek, és most Lévitől akarja egy negyedik személy Juda elvenni, mondván, hogy ez az övé, és itt Simon vajon tanúskodhat-e Lévi javára, vagy nem? Miért kezd ennyire bonyolítani? Miért nem mondjuk azt, hogy Ruvén ellopja a földet Simontól? És most ő a tolvaj Ruvéntől valaki, egy harmadik személy, Juda, el akarja venni a földet, mondván, hogy ez az övé. És itt fölmerül a kérdés, hogy tanúskodhat-e Simon az eredeti tulajdonos, vagy sem. Miért nem így magyarázzuk ezt az esetet? Szóval azért nem, mi sum, de kabaj le misna széfa. Macher le para, macher le talize, dávke macher, de havele jússus, sinérusus, ával loj macher, de havele le loj. Tanere is a námi macher. Szóval amúgy azért bonyolítja tovább, és mondja azt, hogy nem csak egyszerűen arról van szó, hogy Ruvén ellopta Simontól, és most jön egy harmadik személy, Jehuda, aki azt mondja, ez az övé, és itt merül fel a kérdés, hogy az eredeti tulajdonos Simon vajon tanúskodhat-e vagy sem. Azért nem ezt az egyszerű esetet mondja, hanem azt az esetet, hogy és Ruvén tovább eladta Lévinek, és most jön egy negyedik személy, Juda, aki ezt el akarja venni Lévitől. Azért nem ezt az esetet, azért ezt az esetet mondja, mert ahhoz, hogy az a Brájta szövegének az értelmezése teljes legyen, és ki tudjon jönni az, hogy az ingóság kapcsán viszont tanúskodhat Simon, mert ott már nincs érintettsége, mert
ott már nem csak reményvesztés van, hanem birtokjogváltozás is, ahhoz az kell, hogy valóban a tolvaj azt már eladja. És ezért a misna végén szükséges, hogy egy ilyen variációban gondolkodjunk. Ezért a misna elején is, amikor az ingatlanról van szó, egy ugyanilyen variációban írja azt le. Azt mondja a Talmud, Résen nami maha, me széfen nami nehide me jájes, gufe mi da mei mimi jájes. Azt mondja a Talmud, jó, de itt akkor nézzük meg ezt az esetet. Tehát akkor azt mondjuk, hogy az ingóságnál Simontól ellopta a tehenét Ruvén, eladta Lévinek, és most Lévivel szemben megjelenik Jehuda, aki azt mondja, hogy ez az övé. És a kérdés, és erre azt mondjuk, hogy Simon tanúskodhat Judával szemben, és ezt nem tekintjük érintettségnek. De miért nem tekintjük érintettségnek? Mondvá, hogy az ingóságot úgyse tudja már visszaszerezni. Miért nem tudja visszaszerezni? Mert nem csak reményvesztés volt, hanem sinőre susz birtokjogváltozás is. Na jó, de lehet, hogy az ingóságot magát nem tudja visszaszerezni. De a követelést a tolvajtól, hogy ezt, a pénzt, amit ér az az ingóság, azt megkapja tőle, az továbbra is megvan. Ha kiderülne, hogy Judának van igaza, és ez az ingóság nem Lévié, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy soha nem volt az övé Simoné, és akkor viszont nincs mit követelnie a tolvajtól. Azt mondja, a Talmud le cicha, de mis gazen. Azt mondja, Talmud, oké, jogos a kérdés, azért milyen helyzetről van szó? Egy olyan speciális helyzetről, amikor a tolvaj meghalt. Tehát nána, gajzol már kérdez, bandavini echtif nem, turim le sálém. Egy olyan helyzetről van szó, hogy meghalt a köztes a tolvaj, és ő már nem tud mit visszakövetelni. Tehát akkor miről szól az esetünk? Simonnak volt egy tehene, azt ellopta Ruvén, utána eladta Lévinek, és most Lévinél van a tehén. Az magát, az ingóságot, a tehenet Simon már soha az élben nem fogja visszakapni, mert itt volt jius és sinuire susz, volt reményvesztés és birtokjogváltozás. Megjelenik ki a Huda, és azt mondja, ez az övé, akkor Simon tanúskodhat Judával szemben, elfogadjuk a tanúhallomását, mert ő neben neki semmilyen értettsége nincsen. Miért nincs érintettsége? Mert nem csak az ingóságot nem tudja visszakapni, hanem Ruvéntől a pénz sem, a tolvajtól a pénz sem tudja visszakapni, mert időközben meghalt a tolvaj. Mi a helyzet a tolvaj örököseivel? Ja, azt tanultuk egy brájtában, hogy az örököseknek ilyenfajta felelősségük nincsen a továbbiakra nézve. Tehát nincs kitől már a pénzt visszaszereznie, és ezért a pénz szempontjából is teljesen érintetlen, mert ő már se az ingóságot nem fogja tudni visszakapni, sem az ingóságnak az értékét. Hát néha lemánda, azt mondja, Talmud, lukma be jöjres. Ha tényleg erről van szó, hogy a tolvaj meghalt időközben, akkor miért bonyolítjuk azzal, hogy a tolvaj eladta Lévinek, és most Lévivel szemben ott van Juda, aki ezt el akarja venni Lévitől, és akkor most tanúskodhat Simon Judával szemben, vagy sem. Miért kell, hogy behozzunk egy vevőt? Mondjuk azt, hogy az örökösnél van. Tehát Ruvén ellopta Simon ökrét, közben meghalt, és most Ruvén gyerekénél van az ökör. Ugye ebben az esetben is ugyanott lennénk, hogy az ökröt nem kaphatja vissza Simon, mert már volt egy tulajdon, mert volt egy reményvesztés és egy birtokjogváltozás, hiszen az örökösre szállt az ökör, és ezért semmilyen érintettsége nincs, mert se a pénzt nem tudja visszakapni, se az ingóságot nem tudja visszakapni. Néha lemándal, mert süsszél és lábkörül ami sápi. Most azt szerint a vélemény szerint, aki szerint az öröklés az nem olyan, mint a vásárlás, és az nem számít olyan birtokjogváltozásnak, amivel megszűnik a viszonya az eredeti tulajdonosnak az ingossággal, akkor az itt érthető, hogy miért nem az örökösről beszél. De van egy másik vélemény, mandomen a susz jöjreskő, susz lökjáklami, májka mélemény már. Van egy olyan vélemény, aki szerint az örökölés az ugyanolyan, mint a vásárlás a birtokjogváltozás szempontjából, tehát akkor itt egybe van, hogy van jius és sinőre susz, van reményvesztés és birtokjogváltozás az örökléssel, akkor ez sokkal egyszerűbb lett volna így mondani a brájtának, és nem behozni még egy vevőt is pluszba. Őt kásolél a bájjel, mit nés áhriusz el lav, én áhriusz el lav, mit nés éhaj zereszlev, én éhaj zereszlev, mi baj. Ráadásul van még egy problémája a bájjének ezzel az egésszel, hogyha tényleg így magyarázzuk a brájtát, akkor nem úgy kellett volna, hogy a brájta fogalmazzon, hogy az ingatlant felelősséggel adta el,
az ingóságot meg felelősség nélkül, hanem úgy kellett volna, hogy fogalmazza, hogy az ingatlant úgy adta el, hogy az még visszakerülhet hozzá, hiszen az ingatlannál nem elég, nincs olyan, hogy jus és sinui de jus, hogy reményvesztés és birtokjogváltozás, mert nem lehet elveszteni az eredeti tulajdon soha nem veszti el a viszonyát a tőle elrabolt földdel vagy ingatlannal kapcsolatban. Tehát az visszaszállhat rá, a ingóság meg nem száll rá vissza. Tehát akkor így kellett volna, hogy fogalmazzon a Brájta, és nem úgy, hogy felelősséggel adta el, vagy felelősség nélkül. Ezért a Talmud elveti Rav Seisers magyarázatát, és egy új magyarázatot akar adni a Brájtának. Ellekede Rabin bar Shmuel, inkább magyarázzuk úgy a Brájtát, ahogy azt Rabin bar Shmuel mondta. De Amer Rabin bar Shmuel, mi Shmuel, de Shmuel. Shmuel nevében magyarázta Rabin bar Shmuel a következő kép. A Möjjhe Szadalak Havényes Leibach Rájusz, Én meid lőj a lea, mifné sem mind a bifné bálhaim. És akkor egyszerűbben. Azt mondta Rabin bar Shmuel, hogy Simon elad egy földet Ruvénnak, felelősség nélkül, ha felelősség nélkül adta el, akkor nem... Oké, kezdjük. Tehát még egyszer. Simon elad egy földet Ruvénnak felelősség nélkül. Mit jelent az, hogy felelősség nélkül? Hogyha Simonnak a hitelezői, most mint fedezet elvonás, behajtanák Ruvéntől azt a földet, abból a földből a tartozásukat, akkor Ruvén nem mehet vissza Simonhoz kérni a kifizetett pénzt, az ingatlanért kifizetett pénzt. És ebben az esetben, ha megjelenik Juda, és azt mondja, hogy ez a föld nem Ruvéné, magyarul soha nem is volt Simoné, akkor Simon nem tanúskodhat Judával szemben, mert értem szerint, hiszen ő érintett. Miért érintett? Mert hogyha kiderül, hogy a föld Judáé, akkor elveszít egy potenciális fedezetet a hitelezőivel szemben, hiszen a hitelezők most már nem vehetik el a földet Ruvéntől, tehát hozzá fognak jönni a föld értékéért. Ha Judának nincs igaza, akkor jöhetnek a föld értékért Ruvénhez, és Ruvén nem tudja rajta behajtani a föld értékét, tehát ő jól jár. Tehát ebben az értelemben, ha nem vállalt felelősséget a földért, akkor nem tanúskodhat Judával szemben. Dávke bájsz, hogy szad, ával parabez, ő talisz, löj mi baj. Oké. És mikor igaz ez, hogy csak akkor nem tanúskodhat, ha kifejezetten felelősség nélkül adta el a földet. De ha felelősséggel adta el a földet, akkor igenis tanúskodhat. Miért? Mert, és ezt mondja a Brájta, hogy a földnél ott tanúskodhat, ha felelősséggel adta el. Miért? Mert miről van szó, hogy felelősség adta el? Simon eladta Ruvénnak a földet felelősséggel, akkor, hogyha jön a hitelező és behajtja Ruvéntől a földet, akkor utána Ruvén visszajön Simonhoz és kéri vissza a pénzét. Ha nem tudja behajtani a földet, mert közben megjelent Júda, és azt mondja, ez a föld az övé, akkor Simon meg közvetlenül kell, hogy kifizesse a hitelezőit. Tehát neki végül is teljesen mindegy ebben az esetben, hogy a föld végül Ruvénnél lesz, vagy Júdánál lesz. Ő mindenképp a hitelezőinek kell, hogy fizessen. De ez csak a földnél van így. Az ingóságnál igazából soha nem... az ingóságnál... soha nincs ilyen probléma, és mindig tanúskodhat, mert az ingóságból így se úgy se tudja behajtani a hitelező a követelését. Tehát így is úgy is ugyanolyan helyzetben van. Az ingóság az mindig olyan, mint hogyha felelősség nélkül adta volna el. Tehát neki végül is teljesen, vagyis hát még csak nem is olyan, mint a felelősség nélkül adta volna el. A hitelező nem tud mit kezdeni az ingósággal. Tehát, hogy nem úgy, mint az ingatlannál, ahol az fedezet elvonástak számít, és a fedezetet utána a vevőtől a hitelező behajthatja, az ingóságnál nem tudja behajtani a fedezetet a új vevőtől az eredeti hitelező. És olyannyira így van ez, hogy parve talis, hogy mondjuk egy ökör, vagy egy ruha esetén, löj mi bajébe stámedő, löj mi stábdelé. Ott nem csak, hogy akkor nem hajthatja be a hitelező az ingóságból a tartozást, hogyha nem volt egyértelmű, hogy most felelősséggel vagy felelősség nélkül adja el. Máj tájú tálteni ninu, tálteni lá bálé hőv, lőj mi stábli.
Afa gave the custom le miglime dal kaspoi hani minit isnu benayu, ava leisnu besnayu loy. Hiszen az ingóságnál soha nem válik fedezetté a ingóság a hitelező felé. Még akkor sem, különben, hogyha kifejezetten azt írja az kölcsönszerződésben, hogy behajthatod minden vagyonomból, még a ruhámból is, ami a saját testemen van. Mit ért ez alatt? Akkor, hogyha a ruha a testemen van. Tehát, hogyha jössz behajtani a hitelt, és a ruhám éppen a testemen van, akkor az abból beveheted. Ha közben eladtam, akkor nem. Ele a filo azt mondja, paiteki nám illoj. Sőt, hogyha az ingóságban van szó, akkor még akkor is, hogyha kifejezetten a paiteki vétette, a paiteki azt jelenti, hogy kifejezetten nevesítette fedezetként, még ekkor sem hajthatja be, ha a ingóságból a hitelező a követelését, akkor ha időközben az a fedezet átkerült valaki máshoz, mert el lett neki adva. Miért nem? My time in the Rave, the Rave also have the Eptei ki Morchai Baal Chayev, Goyim menu Shev, Chamei Apoiti ki Morchai, Im Baal Chayev, Goyim menu, my time ha iszlek ala, iszlek ala. Miért? Mert ahogy Rave is magyarázta, hogy egy földnél, vagy konkrétan az ő esetében nem földről volt szó, hanem szolgáról, és ilyen szempontból ugyanaz a szabály. Ha azokat közvetlen fedezetként nevezte ki az illető, akkor ha utána eladta, akkor be lehet hajtani a vevőtől, mint fedezet elvonás, be lehet hajtani a fedezetet. Miért? Mert egy föld vagy egy szolgáladásának híre megy, viszont egy ingóságnál ez nem igaz. Egy ingóságot nem lehet behajtani a vevőtől, mert annak nem megy híre. Magyarul nem csak az eladásnak, tehát az ingatlant én fedezetnek megteszem valamire, annak híre megy, és ezért a vevő mégis megvette az ingatlan tőlem, akkor vessen magára, hogy nem nézett eléggé utána, hogy ez a föld ezt terhelte, vagy nem terhelt. Egy ingóságnál nincs akkora híre annak, hogyha az ingóságot fedezetnek tettem meg, és ezért nem lehet felelősségre vonni a vevőt azzal, hogy a hitelező majd tőle hajtsa be a dolgot, mert nem megy híre a dolognak, mert nem megy híre annak, hogy az ingóság fedezetnek lett megtéve. És akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mit mond a Brájta? Ha valaki eladott, Simon eladott egy földet Ruvénnak, ha felelősséggel adta el, akkor és megjelenik Juda, hogy ez a föld ez valójában az övé, akkor Simon tanúskodhat, hogy most ez a föld ez Judáé vagy nem, vagy miért, mert ő igazából nem érintett se ebbe, se abba az irányba, hiszen ha jön a hitelezője, hogy behajtsa ebből a földből az ő hitelét, akkor is ő felelősséggel adta elő, vissza kell, hogy fizesse Ruvénnak, tehát neki mindegy, ő nem tudja nem teljesíteni a követelést. Ugyanakkor, ha ingóságról van szó, az ingóságnál nincs olyan, hogy felelősséggel való eladás, vagy pontosabban a hitelező soha nem hajthatja be a már eladott, ilyen még akár fedezetnek is megtett ingóságból a követelését, hogyha időközben ezt eladták, és ezért ezért mindenképpen tanúskodhat Simon az adott ingóság kapcsán, mert az ő felé fennálló hitelkövetelésnek a kielégítésére ez így se úgy se lenne jó, tehát a dolognak nincs ilyen szempontból jelentősége. Azt mondja, Talmud lichus dilma aknilim taltenagav karkai, de amar rava i aknilim kaltenagav kai kani, mikar kai kani mit talteli. Azt mondja, Talmud várjunk csak, de van egy olyan opció, amikor az ingóság mégiscsak olyan fedezet, amit utána amiből be lehet hajtani, akkor is, ha közben el lett adva az a fedezet. Mi ez? Amikor valaki kölcsön vesz, és a kölcsönnél nevesít fedezetként egy ingatlant, és az ingatlanul található ingóságot. Ebben az esetben, hogy Rav Chisda mondta, Mude kasszolni, de léke, azt mártam, léke, azt is tarra. Hogyha azt mondta, hogy ezzel a fedezettel nem úgy kell bánni, mint egy ilyen csak névleges, vagy valamilyen
formanyomtatványszerű szerződésben csak névlegesként megemlíti dolgokat. Konkrétan ez az ingóság az ingatlannal együtt legyen fedezett, akkor ebben az esetben a később eladja ezt a nevesített, fedezetként nevesített ingóságot, akkor továbbra is behajthatja a hitelező, abból is behajthatja a vagyjákját. Most ugye akkor ez azt jelenti, hogy mégiscsak van olyan eset, amikor esetleg egy ingóságból is behajthat a hitelező fedezetet, és ebben az esetben mégiscsak érintett az adós, aki közben ezt eladta, akkor hogyan tanúskodhat? Azt a Talmud, ahol már ezt kinnan kigönyse, lakáhom macher lealter. Azt mondom, arról van itt szó, amikor egyértelmű, hogy nem erről beszélünk, nem ilyen esetről beszélünk, amikor korábban ezt a ingóságot ő egy ingatlan által, vagy egy ingatlan révén behajtható fedezetként nevesítette. Miért? Mert egy olyan ingóságról beszélünk, amiről tudjuk, hogy ahogy megvette, rögtön el is adta, tehát nem volt erre ideje. Lichus dilmi, dilma de ikniu. Azt a Talmud, de még mindig esetleg tarthatnánk attól, Nilkos Dilma Ikneu, egy pillanat, azt a Talmud, jó, akkor látom, hogy ezt az ingóságot, ahogy megvette, rögtön tovább is adta, de miért nem tartunk attól, hogy korábban azt mondta a hitelezőjének az adós, hogy minden olyan ingóság, amit később fogok venni, az ennek az ingatlannak a révén válik fedezetté a számodra. És akkor azt lehetne mondani, smájta minél, iknék kana, de iknék kana. Azt mondtam, smájta minél, de ikni, kana u machar, kana ve hajr is, löjmi stábed. És hogyha esetleg ezt számba vennénk ezt az opciót, akkor ebből azt lehetne következtetni, hogy ami később fel fog merülni, mint kérdés, hogyha valaki jövő időben fedezetként felajánl egy feltételes módban olyan ingóságot, amit még nem szerzett meg, de majd ha megszerez, akkor már most az ingatlan révén fedezetté váljon a hitelezővel szemben. Azt lehetne mondani, hogy ez nem, azt látjuk ebből, hogy mivel ettől nem tartunk, ezért ez olyasmi, amit nem is kell számításba venni. Tehát akkor meg lenne a válasz erre a dilemmára, ami később fölmerül, hogy egy jövő időben így módon megtett fedezet az valós fedezete vagy sem. Azt mondta, hogy lehet széha de kamri éjdím, ja dinam bébe hájde lej hávelé árame ajlom. Azt mondta, hogy azért, mert itt egy olyan esetről beszélünk, ahol azért nem tartunk ettől, mert vannak tanúk, akik bizonyítják, hogy ennek az embernek soha nem volt ingatlana. Tehát nem tudta volna egy ingatlan révén valós fedezetté megtenni az ingóságot. Amara papa afagab de amara bonon, ha mégis szabad, ha mégis lebrá hájsz, vó bál hajve tarf, éne hajzal, nincsész, se éne se lőj, hajzere lő. Azt mondta, amúgy végül, jó, oké. Akkor értjük, tehát akkor az ingóság kérdését tisztáztuk. Mi az oka annak, hogy az ingóság esetén ő mégis tud tanúvallomást tenni? Miért? Mert az ingóságból nem lehet behajtani a hitelt. Ha nem lehet behajtani a hitelt, akkor neki végül is teljesen mindegy, hogy most kinél van az ingóság a vevőnél, vagy annál Judánál, aki kétségbe vonja a vevő tulajdonjogát. És minden körbejártuk, hogy ezt az ingóságot semmi módon nem lehetett volna megtenni valós fedezetként. Ezt a részét értjük. Most térjünk vissza az ingatlanhoz. Mert az ingatlannál azt mondtuk, hogy az ingatlan az ugye a felelősséggel adta el. Az azt jelenti, hogy ha megenne a hitelező, akkor behajthatná
a vevőtől, ugyanakkor a vevő felé, mivel ő felelőssége adtál, a vevő visszajöhet hozzá, és a vevő visszajöhet hozzá, és tőle behajthatja, és mivel ez így van, ezért neki érdeke, elbizonyítottam egy pillanat. Még egyszer. Mit mondtunk, hogy az ingatlant Simon Ruvénnak felelősséggel adja el. Ha felelősséggel adja el, akkor nem tanúskodhat. Miért nem? Azért, mert ha megjelenik a hitelezője, akkor behajthatja a vevőtől. A vevő visszajön hozzá, és behajtja tőle a pénzt. Ha a föld viszont nem Ruvéné, mert Judának van igaza, kerekes istenet. Elvesztettem a fonalat. Bájsz, machalő bájszade, machalő bájsz, machalő szade, én meide lav. És akkor jössze a lav. Azt mondtak rá, és majd amúra bemes, és majd a mérkez, és lőj bájsz, én meid lőj. Oké, még egyszer. Rábin bár Smuel úgy magyarázta, hogy mire mondja azt a brájta, hogy nem tanúskodhat. Egy olyan esetre, amikor eladja az ingatlant felelősség nélkül, és ezért, hogyha jönne a hitelező, ő behajthatná a vevőtől, de mivel felelősség nélkül adta el, ezért a vevő nem jöhetne hozzá vissza. Ezért neki érdeke, hogy a vevőnél maradjon az ingatlan, és ne kerüljön a harmadik személyhez, Judához, aki azt mondja, hogy az ingatlan az övé. És ezért nem tanúskodhat, mert ő érintett az ügyben. Oké, eddig világos. Erre most azt mondja a Talmud, miért nem tartunk, Amarav papa, áfagáv, de amura banan, a moiche szadek, a vénys lejbák rájössző, babá, a hővi tarfa, éni hajzal, nincs az, éni se lej hajzal. Ez igaz abban az esetben, hogyha egy hitelezőről beszélünk. A hitelező jön behajtani a földet, a földből a hitelt, a követelést, akkor érdeke az eredeti tulajdonosnak, hogy ezt a vevőtől behajtsa, mert a vevő viszont nem tud hozzá visszajönni, mert ő felelősség nélkül adta el. De hogyha nem egy hitelező jön, hanem egy valaki, aki azt mondja, hogy igazából ez az övé volt, és az eladó, tehát ez esetben ugye Simon, a soha nem is tulajdonolta a földet, ott akkor is, hogyha nem felelősséggel adtam el a földet, a vevő visszajött hozzám. Tehát akkor itt is, amikor azt mondjuk, hogy nem felelősséggel adta el, az csak arra vonatkozhat, amikor a hitelezővel szemben nem felelősséggel adta el.
Hát, ha a hitelező beadja a vevőtől, akkor nincs felelőssége a vevővel szemben. De hogyha nem egy hitelező adja be, hanem valaki, akiről kiderül, hogy ő volt valójában a földtulajdonos, akkor mégis van felelőssége. Akkor már ez kéne, hogy ma ba se hi ba szhamairo ibráz vida már a filmintzés én is elajének ez az. Oké. Szóval miről van szó? Arról, amikor egyértelműen tudjuk, hogy ez a vád ez nem merülhet föl, mert ez az ingóság, ez az övé, vagy az ingatlan az övé volt, még ingóság esetében látjuk, tudjuk, hogy ez a szamár, ez az ő szamarának a kölyke, és ezért ez a vád, vagy ez az opció, nem is vád, ez az opció nem merülhet föl, hogy jön valaki, és azt mondja, ez igazából az enyém. Ez egyetlen dolog, ami fölmerülhet, hogy a hitelező mondja, hogy ő ebből szeretné behajtani a követelését. És arra már segítség az, hogy hozzá nem mehet vissza a vevő, és ezért nem tanúskodhat. De az Zvid ráadásul azt mondta, az Zvid amara finlincés, éne helyzere alap, hogy még egy ilyen esetben is, ha kiderülne különben, hogy eredetileg nem az övé volt az, amit ő itt eladott, akkor sem mehet hozzá vissza a vevő. Amikor azt mondjuk, hogy felelősség nélkül adja el, akkor ez még erre is vonatkozik. Miért? Mert azt tudja neki mondani, de amely néle ahhez venilakse lőbák rájössz, mindig tudja neki azt mondani, hogy ezért adtam el neked felelősség nélkül, hogy bármi történik, nem csak a hitelezőmmel szemben, hanem bármi történik, nem lehet eladni, vagy nem lehet visszajönni hozzám, és követelni rajtam a dolgokat. Kedves barátaim, tudom, hogy ez a mai tananyag, ez egy kicsit talán nehezen volt követhető, de esetleg, ha még egyszer visszahallgatjátok, akkor jobban lesz érthető. Amúgy pedig holnap, ha folytatódik ez a kicsit nehezebb tematika, akkor ott lesz a táblánk a zsinagógában, és annak a segítségével mindig könnyebben fogjuk érteni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este. Holnap reggel szokásos időben folytatjuk a legjobbakat. Viszontlátásra, viszonthallásra.